Szép napot kívánok, örülök, hogy eljött a stúdió. Szép napot kívánok. Ez egy rendkívüli érdekes történet. Megmondom őszintén, hogy az én figyelmet a Csepeti Atya hívta fel, és mondta, hogy figyelj, ezt nézzétek meg, és ha lehet, akkor mindenféleképpen beszéljetek róla. De kérem, tehát Magyarországon hogy jön ez a gondolat? <laughs> Igen, hát a Jack London kiadója a felelős érte, ugyanis 6-7 éves korban én már Jack London könyvek voltak a kedvenceim, ezeket olvastam, és ez már berepített engem Alaszka a szánhúzó kutyák és a, és a kutyaszán versenyek világába. Később megtudtam, hogy van egy Iditarod nevezetű óriás verseny, ami ugye közel 1800 km hosszú, ez a csúcsának a dolognak. Ekkor még egy ilyen vágy szinten foglalkoztatott az egész, és annak a Kényelmes biztonságába képzeltem el, hogy egyszerűen jól lenne ezt megcsinálni, hogy majd év, évek, vagy év, inkább évtizedek múlva. Ez így is lehet évtizedek múlva alakult ki az a környezet, az az összes feltétel együttes megléte, hogy, hogy ennek valóban neki tudtam vágni. És akkor kezdjük még a legelején. Tehát, tehát, hogy lehet erre gyakorolni? És azért látom, hogy alaszka. Tehát az ember, ha belegondol, hogy alaszka, hát persze megnézzük a természet filmeket, sugárzó csatornán, hogy van egy ilyen földrészünk, aztán, ha lehet, akkor nem akarunk arra az irányra elvetődni. De Te hogy, hogy, a... hogyan? Tehát, alaszka... és hol sikerült mondjuk gyakorolni Magyarországon? Magyarországon nehéz, nehéz lenne gyakorolni, nyilván itt is lehetséges. Itt főleg a az úgynevezett sprint, vagy dry az ami, ami népszerű, ami azt jelenti, hogy rövid táv, illetve hó kutyafogatok. Ami az izitarod, az annyira különbözik ettől, mint hosszú távú kutya mint mondjuk egy 100 méteres sprint futástól, mondjuk egy ultramaraton. És valóban kell hozzá a hó, valóban kell hoz, kellenek hozzá azok a kutyák, amelyek ezt a egyrészt ultra hosszú távot bírják, másrészt azokat a hidegeket bírják. Úgyhogy ez oda kell menni a legtöbb alaszkán kívülről érkező versenyző, aki szeretné magát ezen az időtaladon megmérettetni, azok alaszkában bérelnek csapatot, alaszkai meglévő versenycsapatokat bérelnek, és ez így van az én esetemben is. Én tehát magam. azok a kutyánkat, meg azokat az eszközöket, ami akkor ott az speciálisan kell, tehát a helyi viszonyokhoz abszolút hozzá vannak szokva és bírja, akkor azokat ott lehet bérelni. Igen. De így akkor az, bocsánat, de akkor ez egy ilyen szerűségnek tűnik, nem? Tehát hogy honnan tudja az illető, hogy az a kutyák tényleg jók? Igen, ebben van nyilván egy kockázati faktor, de én ezt azzal próbáltam csökkenteni, hogy, hogy a mai kutyaszámversenyzés legnagyobb alakjával szerződtem le, aki az elmúlt öt ö, négyet megnyert. És amikor valaki ilyen eredményeket ér el, akkor valószínűleg hogy a kennele, a, ugye a kutyacsapata nem csak abból áll, amikkel ő versenyzik, hanem általában egy széles választja ki. És abban a széles merítésben még van hely egy második ö, nagyon jó kutyacsapatnak is, többnyire. Ez is az így is van a Dallasnál, mert egy ausztrál versenyző volt leszerződve évekig, ő most pont lejárt a szerződése, és egy ilyen szerencsés helyzet kapcsán pont üresedés volt, és én tudtam lenni a következő. Hirtelen eszembe jutott, és látja milyen az élet, vagy az idő, tehát hogy én abszolút elfeledkeztem arról, de most, hogy elkezdtünk beszélgetni, eszembe jutott, hogy annak idején nagyapám általában, tehát a, a dédszülők és az őszülői házuk között mindig ilyen kutya vitt, és a kutyát elengedte, és a kutya önmagában, tehát abszolút a házik szállította a két lurkót, a bátyámmal együtt ültünk a szánon, és, és az ember ezeket elfelejti, pedig azért az egy tényleg egy élmény volt. Tehát és mindig mi voltunk azok, akik, hát lehet, hogy rosszul fogok fogalmazni, mert nem biztos, hogy jól tudom ezeket a szerszámoknak az elnevezését, de hogy a kutya föltenni a hámot, az, az, az mindig a mi feladatunk volt, és rettentően élveztük, úgyhogy na. Tehát akkor kezd, kezde, most már kezd rengeni, tehát valószínűleg... Ez engem is meglepett, mert még nagyon kevés emberrel találkoztam, ilyen vannak, akik most fejésztők, de hogy valakinek az a nagyapja így, így vitte A pontból B pontba az unokákat, tehát ez még nekem is új internet, vagy Tehát Szóval ettől függetlenül, tehát ha Alaszkában, hányszor járt Alaszkában? Előtte, ugye most 6 hónap után, 6 hónap kint után jöttem haza pár hete, Hat hónap. Igen, hát hiszen. A... Nem érzik kicsit soknak? Tehát, hogy hogyan lehet azt a, ö, átvészelni? Igen, tehát a hat hónap az valóban sok, és az egyik extrém tényező a, a sok ismert mellett, a nagy hideg mellett, a fizikai erőfeszítés és a kiválvatlanság mellett ez volt, hogy ennyire hosszú ideig távol lenni Magyarországtól, vagy a barátoktól, a családtól. Valóban 6 hónap az, az megterhelő, de ha az embernek van egy célja, akkor ezeken az akadályokon át tud menni. És ezelőtt, most konkrétan egy versenyszezonon voltam, kint ugye a, a, a kvalifikáló szezonon, hiszen nem lehet az iditarodra csak úgy benevezni, hanem egy kvalifikációs versenyeken kell részt venni, azokon teljesíteni, és azok pozitív megtétel esetén lehet beiratkozni az, az iditarodra. Tehát ez volt ez a szezonom ez előtt pedig egyetlen egyszer voltam a Malaszkában, ahol már ezzel a célzattal kimentem, hogy beleszagoljak a levegőbe, megnézem test és kapcsolatokat tudjak építeni, így született tulajdonképpen a dallas való. Mielőtt előtt, még és... elkezdenénk beszélni erről hat hónapról, egy, arra végtelenül érdekel engem, vagy az végtelenül érdekel engem, hogy tehát amikor az ember kimegy Alaszkába, tehát emberként, tehát az európai emberként, mm. magyar emberként, akkor tehát mi az az első, ami, ami úgy, úgy nagyon melbevágja? tehát És mik azok az érzések, amikor ilyenkor ott van? És az nem elsősorban, mondjuk itt a nagyon, persze vannak ennek lelki vonatkozása is, de azért így fizikálisan, tehát egy hány fok van, és az emberekkel a kommunikáció, és mi akik ennyire hozzászoktunk a csap, a víz, meg stb. dolgokhoz, mik voltak azok a furcsaságok, amire azt mondtad, hát ezek érdekesek. Ja, csap, víz és uh, civilizációs uh eszközök azok vannak, azért hiszen ez az Amerikai Egyesült Államok része, nem pedig egy nem tudom Szibériának a közepe, meg nyilván enélkül nem is lehet, hiszen ott minden megfagy. Ami először megérintett, hát nyilván az a hideg. És Anchorage-ban, amelyik egyébként Alaszka a legmelegebb részén található, ott is már, mert egy óriási szél volt az első nap, és mert hát éreztem, hogy. Közben látjuk ezeket a felvételeket. Igen, itt éppen a, a kutyáimat üdvözlöm, kipakoltam a, a, őket a kocsiból, hogy van ilyen doboz akkor... és őket üdvözöltem. Ez verseny előtt van. Tehát akkor így kell elképzelni ezeket a dobozokat, tehát hogy de fantasztikus, tehát minden kutyának van egy kis saját... Igen, van egy kis saját lakja, be van a szalmával eh, aljazva, és eh, nyilván ezek szobatiszta kutyák, tehát megvárják azt a... Eh, megállót, amikor megállunk az autóval, esetleg e, ilyen szünetet tartunk. Ebben az esetben itt az állatorvosi vizsgálót e, tettem ki őket a talajra. E, ilyenkor a verseny előtt mindig van egy állatorvosi vizsga, végig mennek a, a kutyákon, e, kell prezentálni minden eddigi papírját, oltását, stb. és megnézik személy szerint is. És aztán, e, ha ezt mindent jóvá hagynak, akkor lehet indulni a versenyem. Tehát a hideg az, ami, ami elsőként és nehezen elviselhető? Hány fokról beszélünk? Gondolom mínuszokba. Igen, mínuszokba természetesen. Hát a, az igazi szánozó időt, tehát a tökéletes szánozó időt, amik a legmegfelelőbb a kutyák szempontjából, és és még a, a masör, vagyis a hajtó szempontjából is, az a mínusz 15-20 fok. Ez az ideális, ez az optimális. Természetesen ennél van, volt melegebb is ebben a hat hónapban, meg volt hidegebb is. mínusz 25, minus 30 ott már nem úgy kell elképzelni, hogy most elmegyünk a sarki közérben mínusz 30 fokba, hanem úgy kell elképzelni, hogy 6 óráig állunk a szánon, teljesen kitéve szélnek mindennek, és nem is tudunk mozogni. Tehát ami még mondjuk energiát termelne, nyilván tudunk mozogni, de ez egy állóhelyzetű, inkább mentális, és természetesen fizikai is, de elsősorban fókusz és mentális figyelem az, ami, ami szükségeltetik. Aztán pedig kint alszunk a kutyákkal, többnyire egy hálózsákban, mert a kutyák azoknak ez természetes, nyilván nekünk a legjobb hálózsákkal is ez egy elég megterhelő, általában ezek az alvások egy órásak, és egy ilyen versenyen 24 óra alatt körülbelül egy órát tudunk aludni, és 23 órát pedig hajtani, figyelni, dolgozni. A részletekkel jövünk vissza, most híradó következik, aztán folytatjuk, úgyhogy nem menjenek sehova, mert legalábbis engem nagyon érdekel. Valóban ott maradtunk abban, való gottól szánkutya húzó versenyzővel, ezt nekem még meg kell tanulni, hogy van ilyen is, hogy hát azért nem könnyű ezt a távot teljesíteni, tehát 1800 kilométerről szól ez a, ez a verseny, és ezt 8-10 nap alatt teljesítik a nagyon elhivatottak. Most akkor te ezen effektív most kalifikáltál, tehát az éveknek a felkészülése. Hát csak ha belegondolok is, hogy 1800 kilométert végig szánkózni Alaszkán, most akkor megkérdezem, hogy volt már halál eset? Tehát tud, tudsz ilyenről, tud, tud ilyenről a verseny? Tehát Kon már... Konkrétan nyilván haláleset volt kutya közben, de az Iditarodon ö, emberi halálesetről nem tudok, ö, kutyák azok ö, ö, gyakrabban előfordulnak. Ez is annak az eredménye, hogy, ö, hogy azért egy szűrt mezőny indul el, akik, akik, azért már tudják magukat ezek között a sark. Ez idénki... nem egy, egy, budapesti maraton, tehát ahol bárki bármikor elindulhat, hanem? Nem, éppen erről szól ez a kvalifikációs szezon, amit, ami egyrészt időeredményben, másrészt helyezés eredményben harmadrészt pedig a, a versenybíró kiállít egy ilyen igazolványt, hogy ő alkalmasnak tartja azt az újonc versenyzőt, hogy ő az idétaladon elinduljon. Tehát ezen kellett nekem is keresztül menni. Három darab ilyen 500 kilométeres versenyt teljesítettem, ezeket ott középtávolaknak nevezik az 500 kilométer. Ez egy ilyen Budapestről leszállózunk Pécsre, onnan Szegedre és onnan vissza Budapestre. Mindez három éjjel három nap, vagy, vagy mondjuk két és fél tehát ez azt jelenti, hogy akkor nem valami jól fűtött panziókba szálltok meg, hanem akkor kint a szabadban? Tehát, vannak vagy... vannak checkpontok, ahol így a el lehet nyúlni arra az egy órára, amiről beszélünk, és vannak szánozók, vagy van olyan versenyprogram. Nekem is volt olyan versenyprogramom, hogy a legtöbbet kitelet hagyjam, mert nem úgy jött össze a ritmusa a kutyáknak, a futamoknak és a pihenőknek, hogy pont a checkponton szálljak meg, és legtöbbször kinnaludtam a szabadban. Annak ellenére, hogy volt ilyen de, de igazából a kutyáknak ez mindegy, és igazából a hajtórak is mindegy kell legyen, hogyha igazán Ör, a fél fél tartja fél. A szem előtt. Ez azt jelenti, hogy mennyi időt futnak fut a szán a kutyák által? Mi egy óra, két óra, vagy mennyit? Ez ilyen 6-7-8 óra. Ezt, ez, a, a között hányszor állnak meg? Nem, egyszer sem. Tehát, hogy ez a 6-7-8 óra, az így egybe. Ez, ez ugye hozzá szóval. kell tenni a mínusz 20-30 fokos hideget, hozzá kell tenni azokat a, a körülményeket, ami hát a durva domborzati formák lehetnek, hegy, völgy, folyó, tavak, olvadások, ilyen eliegesedett gletcserek. Amin, amin, keresztül megyünk, és e, nyilván van, amikor le lehet ülni a szára, mert könnyű a terep, és van, amikor folyamatosan figyelni kell minden másodpercben. Azt szoktuk mondani, hogy olyan a, a hajtónak a feladata, mint a foci kapusé, amikor nem, van, amikor nem történik semmi, és csak sétálgat a kapufa között, és oda tud figyelni. E, e, vagy, 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 most akkor, ha jó látom, akkor ez egy tó. Igen, ez egy tó, vagy egy óriási folyónak a jege, óriási olyan folyók vannak, amikről nem is hallottunk, és nagyobbak, mint a Duna. E, és nyilván van a Yukon, ami ami híres, amiről talán itthon is mindenki hallott, ami óriási. Szóval, foci kapus példa, e, nagyon sokáig nem történik semmi, mert a csapat támad, és ő sétálgat a bufák között. Aztán egyszer, mikor hirtelen baj van, akkor egy másodpercet kell e, abszolút jelen lenni, és, és kezelni a helyzetet. És általában ezek mik azok a bajok? Tehát, amikor így. Hát lehet egy... Vele nem találkoznék. <laughs> Igazából... Uh... Ja, most már értem, mi a baj. Tehát mondjuk így, ilyen szituációban végigmenni, nem feltétlenül biztos, hogy kényelmes. Tehát... Ha egy lejtő megelőz még ráadásul egy kanyar is, akkor az azt jelenti, hogy nem lehet a kanyar előtt fékezni. Tehát 16 kutya, amikor teljes sebességgel, egy 16 kutya kb. 1600 kilót bír húzni. Összesen a kutya, tehát hogy a, a, a hajtósúlyával a szán 160 kg. Tehát egy 1600 kilót képes mozgatni, ráadásul lejtő lefele 160 kg-ot víz, és hogyha lejtő előtt van egy kanyar, ugye egy teljes sebességgel rohannak, akkor nem lehet fékezni sem, mert akkor az így leszűkíteni, a, tehát így kapufára futtatná az egész szánt. Ezért... Bocsánat, jól látom, hogy a vízben is? Ez egy Igen. Ez olvadás volt? Ez egy, ez egy nem fagyott be rendesen a folyó, és vagyis patak, és nyilván ki van mérve, hogy ebben nem lehet elsüllyedni, de nem örülnek a hajtók, amikor így a kutya vagy a szám félig hát, elsüllyed. Ki örülne neki? Tehát bocsánat, utána pedig egy mínusz 25 fokba, még utána végig száguldani. Hát nem biztos, hogy... Van, amikor egy ilyen után szállítkozás jön, mert beázott, és a legveszélyesebb, ami ott a mínusz 25 fokba tud lenni, hogyha, ha beázik az embernek bármelyik testrésze, akár csak a lábfeje. Ugye fagyási sérülések ilyenkor nagyon-nagyon Észre Észesen veszi? Tehát amikor elkezd mondjuk esetleg ilyen fagyási sérülés előállni? Hát az elét nem, aztán utána pedig már nyilván a fájdalmakat és, és nehéz visszafordítani is, hogyha azok olyan jellegűek. Tehát ezekre nagyon kell figyelni. Nyilván sok munka, idővesztesség, hogy ilyenkor az ember tüzet rakjon, megszállítsa a dolgait. És akkor ilyen a fát és minden ilyen eszközt magatokkal hurcoltok, tehát végül is, vagy, vagy ezt ott, ott, még gyűjteni is kell? Nem, hát nagyon kevés dolgot tudunk egy ilyen kis szánon, hiszen a, a, a kutyáknak az étele ott kell legyen, a, a saját hálózsákunk, a főzőedény, amiből ha, hóból, tehát havat melegítünk forró vízzé, abba tesszük bele a kutya fagyott ételét, és így lesz egy ilyen meleg, leves-szerű, egy ilyen gulyás leves -szerű történet. És természetesen minden más, ami szükségeltetik, hótalp, fejsze, amiket még így viszünk magunkkal. Telekommunikációs eszközök vannak, tehát az valami biztonságot? Az vagy... Szigorúan tilos mindenféle két irányú kommunikációt, még egy iPad, egy iPad touch t még zenét hallgat, az nem fel tud csatlakozni a wifi re az már, az már tilos és kizárással jár. Egy Ez hát... miért? Vagy, tehát, hogy tehát próbálják, próbálják, annak a szellemét megőrizni, ahogy ez az egész elindult, hogy, hogy tulajdonképpen segítség nélkül. Tehát nyilván a 1800 kilométeren nem lehet mindent magunkkal vinni, tehát előre van küldve postán a checkpontokra, a minden checkpontra előre van küldve a kutyáknak a, a, az étele, illetve hát a plusz cselleruhák, ruhák, vagy, vagy ilyesmi, amit előre lehet készíteni. A verseny alatt már csak ezeket lehet megbontani, tehát nem lehet azt mondani egy ismerősnek, hogy hozzá már nekem a, nem tudom, az autódból egy öngyújtót vagy, 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 semmi más, tehát ott már semmilyen külső forráshoz nem lehet hozzá nyúlni, Csak az, amit előre be van tervezve. Előre, de, előre, így van. Tehát mind a, mondjuk a Forma tehát ami ott van, ott van, betankoltál, annyival jössz, fölraktad ezt a gumit, azt a gumit, ez Igen. van, és szóval nincsen nagyon, és akkor ha kimentél, akkor ez, az tetszik, nem tetszik, tetszik ezt tetszik csinálni. Mielőtt még, tehát a még beszéljünk egy picit, tehát hogy ez azt jelenti, hogy ezt az 500 kilométeres kvalifikációt akkor teljesítetted, és így jövőre megnyílt a lehetőség arra, hogy, hogy akkor indulhatsz az 1800 kilométeren? a 500 km még kevés lett volna, tehát három darab ilyen versenyt kellett teljesíteni. Három hát, darab Majdnem megvolt a ha darabokból is, majdnem megvolt. Igen, meg igen darabokból, volt. Volt, de majdnem megvolt. Hát a tréningekkel együtt bőven sok ezer kilométer van ami, az alaszkai kutyaszámozást illeti. És ezeket teljesítettem. Az első magyar az Iditarodon című Facebook oldalon, hogy erről hosszabb élménybeszámolókat vagy további képeket lehet. Tehát mindenképpen, akit mélyebben érdekel a téma, ajánlom, hogy kukkancson bele, hiszen, hiszen ennek a nagyon sok más olyan vetülete van, ami szerintem nagyon izgalmas például, én olyan előadásokat tartok, ami vezetőképző előadására, kutyaszánozás témára. Tehát nagyon izgalmas az, hogy egy kutyacsapat csapatvezetése mennyire hasonlít egy embercsapat vezetéséhez. nyilván nem 100%-osan, de vannak, vannak olyan átfedések, amik nagyon tanulságosak. Tehát mondjuk egy-két ilyen példát mondani, vagy legalább egy példát? Igen, hogy... tehát például az, hogy a, a kutyacsapat, ugye ezek a kutyák, akik a szárnyai vannak fogva, különböző pozícióban szerepelnek. Úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a fociban van kapus, védő, középpályás, csatár. Akkor itt is vannak kerékkutyák, tímkutyák, a a vezérkutyák elől, a ritkutyák, és a vezérkutya mögött a swing kutyák. Ezt a négy kategóriát különböztetik meg, és mindegyiknek más a szerepe. Nagyon fontos, hogy a megfelelő kutya megfelelő helyre kerüljön, mert másképp a csapat nagy mértékben lelassul, hogyha nem megfelelő kutyát teszem be a vezérkutyának, aki diktálja az ütemet. Aki megtorpan egy akadálynál, vagy nem torpan meg. É, és nagyon fontos, hogy például a, a kerék kutyához egy olyan kutyát tegyek be, amely nem fél a szánnak a hangjától, ami elég erős, amikor a szán dobálja egy kanyarba. Ezek a kutyák, a, a dobálja leginkább, amelyek legközelebb vannak a szánhoz most ezt lefordítva a céges nyelvezetre, a, a, nyilván meg lehet a, találni a párhuzamokat, tehát vannak olyan, mondjuk a cégbeli belső információk, amit egy vezérigazgató gondolkozik, hogy ezt most meg kéne osztani, de kivel, kivel lehet megosztani. Tehát van, aki ezt elbírja, meg van, aki összeroppa, mondjuk, ha meglátja, hogy a cégben mondjuk problémák vannak. Ez mondjuk hasonlít ahhoz, hogy a kerékkutyák bírják a szánnak a hangját, a félelmetes hangját, hogy ott jön utána valami 150 kilós, ami folyamatosan csikorog, de végse ijednek meg és mégis el tudják látni a feladatukat. Vagy a vezérkutyák nagyon fontos, hogy egyszerűen rendelkezzenek két tulajdonsággal, ne, ne foglalkozzanak a körülményekkel, megfelelően makacsak és önfejűek legyenek, és kizárva mindent menjenek a cél felé ugyanakkor taníthatóak legyenek, vagy hajlandóak legyenek követni valakit, aki pedig a hajtó, hogyha azt mondja, jobbra vagy balra, vagy állj, vagy gyorsabban. Tehát hogy itt is ez meg, felismerjük a jó vezető emberi szinten, egy jó vezetőnek a tulajdonsága, hogy te egyszerre kell legyen nagyon makacs és nagyon céltudatos, de meg kell benne a taníthatóság is. Érdekes párhuzam. Jövőre akkor lesz ez 1800 kilométer? Igen, természetesen minden március első szombatján indul el, most már 1973 óta ez a verseny, és ez lesz a 45. ha jól számolom, a 45. iditarod. Akkor ez végig is egyfajta jubileumi iditarod? Az... Na, talán az 50 inkább jubileumi, de ez is egy elég szám. Számomra mindenképpen az a fontos, hogy... Fontos lesz? Nekem egy fontos szójáték ebben, vagy ilyen számokkal való játék inkább az, hogy 2017, tehát 17, és ez egy gyakorlata ismert metafora, hogy mi vagyunk a 17. kutya, tehát 16 van fogva, és a hajtva a 17. tehát ez a 2017, 17 ez, ez inkább a mizgalmas a számomra. Hogy jön össze a, tehát a, a kutyaszán, a hajtás és a, és a, a jótékonykodás, vagy, a, vagy egyáltalán karitatív gondolkodás. Hát Tehát össze... vagy szinte együtt járnak. Hát e, azt nem mondom, hogy szinte együtt járnak, de, de összejöhet, és nekem össze is jött a fejemben egy olyan gondolat, hogy rengeteg idő van gondolkozni egy ilyen 7-8 órás úton, amikor így az ember minusz 25 fokban gondolkozik, egyedül van, képzeljünk csak egy 7-8 órás repülőutat, hogy az mennyire fárasztó, de most ehhez képest még ott meg lehet nyomni a gombot, és jön a narancslé, be lehet nyomni egy másik gombot, és nézek egy filmet, vagy hallgatok egy zenét, vagy kiveszek a táskámban egy könyvet. Itt, itt nincsenek jelentőségek hanem csak az van, hogy gondolkozunk. És ilyen módon át az a gondolat, hogy ez gyönyörű, ez az én gyerekkori álmomnak a megvalósítása, de mégiscsak ez egy elég, hogy mondjam, ön, ön célú, vagy ne azt mondjam, hogy önző, de egy ön célú dolog A pontból B pontból, és van egy határfeszegetés, de mégiscsak ez rengeteg energiát felül, és összeszerettem volna kötni valami nemessel. És az a, azon gondolkoztam, hogy oké, okay, ez a az az álom megvalósításról szól. Konkrétan az én álmom, az én gyerekkori álmom megvalósításáról. De vannak olyan kevésbé szerencsések, olyan gyerekek, akik életveszélyes betegségekben esetleg helyhez vannak, kötve egy kórházi ágyban, nekik is vannak álmaik. És milyen szép lenne, hogyha az ő álmuk megvalósításához ez az én futásom lehetne egy platform. Ugye onnan jött az ötlet, hogy nagyon sok futóversenyt láttam, amikben Kiirdették, hogy én most ezzel a vakokért futok, az árva gyerekekért futok. Tehát sok ilyen ö, kezdeményezés van. És e, itt jött az ötlet, hogy még nekem egy versenyem 7 futamból áll, kivéve majd az időtartalmat, ami 22 futamból fog állni, de ezek a középtávú versenyem 7 futamból áll. Csak az utolsó verseny előtt kitaláltam, hogy egy-egy ilyen futamot külső szponzoroknak meg lehet szponzorálni, és e, nem én kapom meg ezt, hanem a Csodalámpa Alapítvány gyerekei, akik pontosan ilyen életveszélyesen beteg gyerekekkel foglalkoznak, és a Facebook oldalamon megtörtént ez a felajánlás, illetve hogy én ezt feldobtam, hogy én, én szívesen futnék ezért, és tudtam tulajdonképpen egyeztetni a keresletet és a kínálatot, tehát jelentkeztek elegen, akiket össze párosítani olyan gyerekekkel, akik várták az álmuk megvalósulását így hát már hét gyereknek teljesítettük az álmát az utolsó Yukon quest futa, futamommal, ez ami már mögöttünk van, illetve a jövő szezonra már, már szinte be van táblázva, még vannak helyek, de az Iditarod és az előtte levő valószínűleg egy-két versenyemnek is mind majd kiadók lesznek a futamai, és én nagyon boldog vagyok, hogy, hogy tulajdonképpen ezt így össze kötni, és nem csak a saját álmomért futok, hanem mindig tudom, hogy egy gyerek álmáért is futok abban a futamban, Szükség van azért extra motivációkra, amikor ilyen körülmények között versenyez az ember. És a Csepeti Atya, tehát akkor ezen a területen csatlakozik, hogy hogyan? A, nem, egyáltalán nem. A, a, a csepet Egyet egy ilyen üzleti környezetben ismerkedtünk meg, és bár ritkábban találkoztunk, de gyakran váltunk SMS-eket, és ő, ő, ő követi az én egyéb pályafutásomat is, meg ezt is, meg ő maga is, ha jól tudom, akkor kiváló sportoló sok területen, és egy közös barátunkkal, nem tudtunk személyesen találkozni, egy közös barátunkkal küldött nekem egy nagyon különleges hát ajándékot. Ez egy rózsafüzér, amit ő nagyon régóta használt, és ezt, ezt egy ilyen amuletként, vagy ezt egy ilyen, egy ilyen védő eszközként, és ez ezt be is tettem, ez ott volt velem minden versenyen. Úgyhogy biztos, hogy a része, hogy szerencsésre sikerült befejezni ezeket a versenyeket, ennek egy része ennek köszönhető. Otto, nagyon köszönjük, hogy itt voltál, eljöttél, akkor próbálunk mi is majd akkor nyomon követni, ha nem is akkor a tempó van, mint amekkorával ti mentek a kutyákkal, tehát hogy merre jártok, mit csináltok, és hát a Csodalámpás Alapítvány pont itt a 8. kerületben indított egy kávéházat a, a a jó voltából, tehát úgyhogy akkor majd erre is oda fogunk figyelni, tehát hogy Kik azok a gyerekek, akiknek az álma teljesül az ártal is, hogy hogy te végül is tesz ezt a pár száz kilométert teljesítet. Hihetetlen. Na jó, köszönjük szépen, és tényleg kitartást a továbbiakhoz, hogy ezt tudja teljesíteni. Remélem, hogy hogy meg vagy elégedve, tehát, hogy azt érzed, hogy most hazajöttél, és most itt minden erővel bevágod, és bedobod, és, és akkor készültek. Mikor fogsz elutazni? Hát, jövő októberben tervezem, és... és hát akkor nem az ezek... idén október? Bo bocsánat, tehát Jó. a szezon az nekem Igen. nem Igen. a jövő, hanem a... Ez egy csalóka. Igen, tehát a idén októberben természetesen, és akkor a következő szezon, ami következő hat hónap. De ez most inkább egy picit a pihenésről szól, illetve az ezzel kapcsolatos... És mikor kell elkezdeni tréningezni? Hát ö, októberben már el lehet ősszel, még ha nincs is hó, aztán például novembertől már általában van hó, és onnantól fogva pedig ö, teljes a felkészülés szezon, illetve januárban már versenyek lesznek, kisebbek, és majd márciusban nagy verseny. De így akkor így azt mondom, hogy így kerek egész, nem? Tehát, hogy, hogy úgy hazajött és azt mondod, hogy magadnak, hogy ez így oké. Okay. Igen, ezt most elégedett ezt... vagyok természetesen, hiszen három versenyből három, nem volt sok hibázási lehetőségem, és ez sikerült. De ez még csak az előjáték annak, ami a valódi iditarod, és természetesen oda van kihegyezve, ott, ott van a célfeszültség. Megmondom őszintén, én nem akarok belegondolni, milyen lehet 1800 km teljesíteni 8-9 nap alatt, vagy mennyit számolsz? Hát ez egy Debrecen-London táv, Debrecenbe felülsz a kutyaszára, és Londonban leszállsz. Nem kell ezt túl misztifikálni. Hány napra tervezet a? Teljesítés? Nyilván a világ, a világ legjobbjai, akik a világ, most a világrekord megdőlt, ez 8 nap, 11 óra. Én nyilván nem az első helyekért futok, hanem az én célom az, hogy éppen egészségesen és egy boldog, energikus, egészséges kutyacsapattal érjek be. Valószínűleg, hogy, hogy hát nagyot nem tévedek, azt mondom, hogy ez egy ilyen 10-11 napba fog kerülni, ha nagyon jól versenyzek. Na, hát erre nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy akkor egy év múlva mikverel, mivel, fogsz beszámolni, bízom benne, hogy sok jó dologgal. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, hogy itt lett.